Június 20-ától újra adománygyűjtés Ferencváros testvérvárosának, Beregszásznak. Ferencváros önkormányzatának képviselőtestülete a FESZGYIT kérte fel ennek koordinálására. Budapest főváros 9. kerület önkormányzatának képviselőtestülete felkérte a FESZGYIT, hogy testvérvárosának, Beregszász lakóin részére, hogy adományokat gyűjtsön az adományok gyűjtésére. Két telephelyen és két különböző helyszíneken van lehetőség. Ugye hétfőtől péntekig 9-től 15 óráig van lehetőség a Szivárványgondozási Központban, Toronyház utca 11-ben, a Ne felejtsd, a Knézics utca 17-ben, a Család és Gyermekjóléti Központban, az Üllői út 69-ben, Család és Gyermekjóléti Alapellátási Egységnél, a Lenhossék út 79-ben, H52 ifjúsági irodában, a Haller utcában, és a Tavi Rózsa Gondozási Központban, Mester 33-35-ben van lehetőség ugye az adományok átadására. Ezen kívül június 21-től július 28-ig minden kedden és csütörtökön 14 és 18 óra között a Ferenc téren lévő pavilonban is van lehetőség arra, hogy átadják az adományaikat. Magának az egész koordinálásával pedig ugye a FESZGYIT dolgozói, a családmentori csoport tagjai végzik, és a FESZGYIT vállalta még az adományok összegyűjtését, a saját autójával és a raktárba történő elszállítását. Testvérvárosunk lakóinak az alábbiakra lenne szükségük. Mindenféleképpen tartós élelmiszerekre volna szükségük, mint például só, liszt, cukor, rizs, száraz tészta, konzervek, ásványvíz, gyümölcslevek, bébi ételek, valamint tisztálkodószerekre, pelenkára és tisztítószerekre. A FESZGYIT kéri, hogy az adományozók csak a fent említett ételeket hozzák be, mert más jellegű adományok tárolására, szállítására nincs jelenleg mód. A természetbeni adományokon túl lehetőség van pénzbeli támogatásra is. Az önkormányzat által nyitott adományszámlára várják pénzbeli támogatásukat. Igény szerint a gyűjtés folytatása egyeztetést követően folyamatos lehet.